Sajnos a járványhelyzet miatt nincs lehetőségünk igazi űrkutatás napját tartani, aminek ugye a lényege az, hogy a szakma képviselői összetalálkoznak egymással, és egy kicsit informálisan is tudnak beszélgetni a rendezvény előtt, után, közben, szünetben, stb. Viszont kárpótlásul űrkutatás napja néven felkínáltuk önöknek azokat az előadásokat, amiket erre az akadémiai rendezvényre elterveztünk. Ez az akadémiai rendezvény egyébként pontosan ebben az időben lett volna, amikor az élő közvetítés zajlik, tehát ma délután 3-kor kezdtük volna, és körülbelül 17:30-ig tartott volna, ahogyan az élő közvetítés is várhatóan menni fog. A másik, amit el szerettem volna mondani bevezetőben, az, hogy a rendezvényünk témája az a Nemzetközi Világűr Héthez kapcsolódik. Ugye az ENSZ 1999 óta hirdeti meg minden évben a Nemzetközi Világűr Hetet, és mindig van egy központi témája ennek. Igyekszünk az űrkutatás napját mindig a Világűr Hét idősávjában megtartani. Ez papíron október 4-től 10-ig tart, de van némi tolerancia, tehát a 15-e még belefér, és igyekszünk témában is ehhez valamennyire kapcsolódni. Ezért lett a mostani rendezvényünknek is a témája a műholdak, a műholdak alkalmazása, a műholdak szerepe a hétköznapi életben, és a tudomány, és az ipar, és a mindennapi élet működésének a legkülönbözőbb területein. A bevezető előadásra Frey Sándort kérném fel, aki egyrészt a Ferenc Orsa előadásában már említett űrvilágnak a főszerkesztője, másrészt pedig az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontnak a főmunkatársa, aki Műholdak majdnem mindenhol címmel fogja az előadását tartani. Hát ugye én kíváncsi vagyok erre a majdnemre, hogy miért csak majdnem, mert én azt hittem, hogy műholdak mindenhol, de érdeklődéssel hallgatom azt, hogy hol nincsenek műholdak, és hol vannak persze. Sanyi, tied a szó. Köszönöm szépen a felvezetést. Engem arra tanítottak, hogy a cím az érdekes legyen, tehát akkor fogják sokan meghallgatni, ezért van ez a majdnem a zárójelben. Abban nem vagyok biztos, hogy arra a választ fogok tudni adni, hogy hol nincsenek műholdak, de arra talán igen, egy pár példát mutatva, hogy hol vannak. Most megpróbálom megosztani a képernyőmet, és bízom benne, hogy látszik. Tehát, ugye, mint a Botelőd felvezetőjében is elhangzott, amikor megpróbáltuk kitalálni, hogy mi legyen ennek az űrkutatás napjának a témája, akkor adódott ez a Nemzetközi Világűrhétnek a témája. Ugye ez talán nem árulok el nagy kulisszatitkot, hogyha minden évben egy kis problémát okoz, hogy mi legyen az űrkutatás napjának a vezérmotívum, mert hiszen hát minden évben tartunk ilyet. És ez kapura jött, hogy ebben az évben az volt a jelszó a Nemzetközi Világűrhétnél, hogy Satellites Improve Life, vagy ha magyarra akarom fordítani, akkor a műholdak jobbá teszik az életünket. Hát ugye ez egy nagyon pozitív kicsengési üzenet, és ez igaz is. De azért oda tettem alulra zárójelben, hogy ez ideális esetben igaz, és csak a teljesség kedvéért az előadásomban föl fogok mutatni néhány olyan esetet, amikor a műholdak nem feltétlenül teszik jobbá az életünket, vagy legalábbis nem mindenkiért teszik jobbá. Na de akkor miről lesz szó, hogy ne árulja a zsákba macskát, illetve hogy miről nem lesz szó? Ugye amikor a műholdas alkalmazásokra gondolunk, akkor általában a 4 legelterjedtebb, legismertebb alkalmazást szoktuk említeni. Az egyik a navigáció, a másik a meteorológia, a harmadik a földmegfigyelés, a negyedik pedig a távközlés. Most, amikor én ezt az előadást elvállaltam, hogy majd bevezetőként tartok egy 20 perces bemutatót, akkor azt gondoltam, hogy majd fogom az űrvilág című hírportálnak a híreit, és mondjuk visszamegyek egy évet, és kiválogatok közülük néhány olyan érdekes hírt,
amely műholdakkal kapcsolatos, műholdak alkalmazásával kapcsolatos, és érdemes a figyelembe. Utána rá kellett jönnöm, hogy az első három témát, amit itt felsoroltam, azt az utánam következő előadók le fogják lőni. Magyarul nem szerettem volna, hogyha olyan dolgokat mutatok itt be, amik miatt, mivel hogy esetleg átfedésben van az én mondandójukkal, megorrolnának rám. Úgyhogy ezek után nekem a négy legismertebb, legelterjedtébb űralkalmazás közül megmaradt a távközlés, amitől őszintén szóval egy kicsit pánikba estem, mert én nem vagyok távközlési szakember, de nekem a szakmám a csillagászat, ezért aztán kicsit megijedtem, hogy fogok én ebből 20 percet kitölteni. Aztán elkezdtem nézegetni tényleg az űrvilágnak az elmúlt körül egy évnek a híreit, és akkor nagyon hamar rájöttem, hogy igazából az lesz a problémám, hogy túl sok mindent szeretnék elmondani. Tehát valójában a bőség zavarával küzdök, és persze a távközlés lesz a fő csapás irány ebben az előadásban, hiszen senki más nem fog erről beszélni. Ugyanakkor azért a második felében néhány egyéb alkalmazást vagy érdekességet is meg fogok említeni. És hát ha már az űrvilágról volt szó, mindenkinek jó szívvel ajánlom, hogy kövesse ezt a portált. Ez idén, ezen az űrnapon lép tulajdonképpen nagykorú korában, 18 éve kezdtük el, és napi rendszerességgel olvashatok ott űrhírek. És az egyik fő oka annak idején, hogy ezt ebbe belevágtunk, az pont az volt, hogy a műholdas alkalmazásokat, illetve hát szélesebb értelme az űr tevékenységnek az alkalmazásait, azt bemutassuk, olyanokat is, amelyeket általában máshol nem feltétlenül nem sűrűn lehet olvasni. Na szóval, hogyha a távközlésről beszélünk, akkor azt kell tudnunk róla, hogy ez volt tulajdonképpen az első olyan űralkalmazás, amelynek a kereskedelmi hasznosítása megindult. Tehát ma a távközlési műholdaknak a túlnyomó részét a geostacionális pályán, tehát a Föld felszíne fölött kb. 36 000 km magasságban, ahol a műholdak keringés ideje az pont ugyanakkora, mint a Föld forgásának a periódusa, tehát hogyha föl irányítjuk mondjuk a parabolantennánkat a műhold felé, akkor azt nem kell forgatni, az állandóan egy irányba néz, ha egy adott műholdat szeretne követni. Szóval ezeket a távközlési műholdakat lényegében vagy nagy nemzetközi vállalatok, vagy nemzeti távközlési cégek üzemeltetik, lényegében profitábilis módon. És hát, hogyha visszanézünk az elmúlt egy évnek is a hírei közé, akkor rengeteg ilyen startot fogunk tudni látni. Itt a képen egy lényegében véletlenszerűen kiválasztott távközlési műholdnak a fantázia rajza van, és azért választottam ezt, mert ez idén augusztusban indult, és nem egyedül, hanem egy másik hasonlóval, plusz egy harmadik műholddal, ez a MEV-2 nev rövidítésű valamivel, amit azért bocsátottak föl, hogy egy ilyen már régebb óta pályán levő távközlési műholdnak az üzemidejét meghosszabbítsa. Ugye ez pont olyan, ez a MEV-2, mint a tavaly indított MEV-1, ami már azóta meg is érkezett a geostacionális pályára, sőt, mint ahogy ezen a fantázirajzon látható, meg is közelített és hozzá is kapcsolódott egy már ott levő, de használaton kívül helyezett távközlési műholdhoz. Ezt azért helyezték használaton kívül, mert bár még a fedélzeti műszerei azok működőképesek lettek volna, de elfogyott a manővereléséhez használható üzemanyag. Ez azért szükséges, hogy meg tudják tartani az adott pozícióban ezt az adott távközlési műholdat. Tehát mivel ez elfogyott, ezért ezt parkolópályára helyezték, és ez egy teljesen újféle megoldás, egyfajta üzleti modell, ami azt célozza, hogy egy ilyen még egyébként működőképes műholdat újra manőverező képessé lehessen tenni, tehát hozzácsatlakoznak, és akkor még évekig
adott esetben tudja szolgálni az adott céget, a tulajdonosát, és hát annak a szolgáltatásnak a felhasználóit egy ilyen műhold. Ez ilyen esetben az Intelsat 901-es jelzési műhold volt, és ez, hogy ne csak fantáziakép legyen, itt mutatok egy igazi képet is, amit ez a MEV-1 készített, amikor miközben megközelítette az Intelsat 901-est, és háttérben ott látható a Föld. Tehát ez egy tulajdonképpen egy működőképes dolog. Azt a jövő dönti el, hogy ugyanek mekkora lesz majd a piaca, tehát hogy érdemes lesz-e ilyen javító, üzemidőhosszabbító műholdakat készíteni. Az biztos, hogy egy ilyen műholdnak a megépítése és főleg a feljuttatása az nagyon sokba került, tehát nyilván az üzemeltetőknek érdeke, hogy minél hosszabb ideig maradjanak használatban. Ez is egy nem régi hírünk volt, hogy valójában jó hír a geostacionális műholdüzemeltetők számára, hogy ezeknek a távközlési holdaknak az élettartama az elmúlt időszakban úgy tűnik, hogy egyre hosszabb, tehát egyre több ilyen műhold éri túl a tervezett, általában 15 évesre tervezett üzemidejét. Ez lehet, hogy jó hír az üzemeltetőknek, nem biztos, hogy olyan jó hír az üzemidő hosszabbításban érdekelt cégeknek, mert azt jelenti, hogy hát a túl jó dolgoznak a gyártók, és a piac az nem biztos, hogy olyan nagyon széles lesz, de mondom, ezt a jövő eldönti. Tehát a lényeg az, hogy rengeteg ilyen és egyre jobb műhold üzemel. Na most, hogy kicsit kompenzáljam azt, hogy nem értek a távközléshez, meg az űrtávközléshez, nagyon jó szívvel ajánlom azt a cikksorozatunkat, amelyet viszont ténylegesen ilyen szakemberek írtak az űrvilág számára, amikor is az űrtávközlés történetéről és a műszaki alapjairól, illetve a nemzetközi szabályozásáról lehet olvasni egy több részes és még be sem fejezett cikksorozatban. Most, ha távközlésről van szó, Ferenc Orsolya előadásában már elhangzott, hogy Magyarországon is tervbe vették egy saját geostacionális távközlési műholdnak a feljuttatását 2024 utánra, és erre nyáron alakult meg egy külön cég. Hát itt ebből is az látszik, hogy minden országnak érdeke, hogy ilyen műholdakat üzemeltessen. Ugye mire lehet ilyeneket használni, akár televíziós, rádiós műsorok sugárzására, akár adatátvitelre. De hát például, hogyha valaki repülőgépen utazik, mostanában persze vírusidőben egyre kevesebbet, akkor mondjuk egy földrészek közötti járaton, hogyha internetezni vagy telefonozni szeretne, akkor ilyen távközlési műholdakon keresztül teremtik meg a kapcsolatot a földi távközlési rendszerekkel. És ha már Magyarországra, ja még nem, majd ez a következő díja lesz, ha már távközlési oldalról van szó, akkor ugye nem csak kereskedelmi cégek működtetnek ilyeneket, hanem például ürügynökségek is. Ez a fantáziakép például az Európai Ürügynökségnek az úgynevezett űrbeli adatstrádájához tartozik, és többek között az a szerepe, hogy a geostacionális pályáról közvetítse a jóval alacsonyabb pályán, a Földhöz közelebb, néhány száz kilométer magasságban keringő földmegfigyelő mesterséges holdaknak az adatait nagy sávszélességgel, tehát akár nem csak rádiós, hanem lézeres távközlési módszerrel. Ez azért hasznos, mert az alacsony pályás holdak ugye a Földről nézve gyorsan mozognak, tehát horizontig nagyon hamar átérnek, és ezért nagyon sok követőállomás kell ahhoz, hogy folyamatosan tudják a fedélzetükről a mérési adatokat lesugározni. Ezen segít, hogyha egy ilyen adatátjátszó műholdon keresztül csinálják ezt meg. És ezzel ugye már kapcsolódtunk a föld megfigyeléshez is, amiről külön előadást fogunk hallani, és nyilván olyan képeket is fogunk látni, amelyek például ezen a távközlési műholdon keresztül érkeztek el annak idején hozzá. És ha már távközlés, akkor, és ha már alacsony pálya, akkor
nem lehet említés nélkül hagyni a tavalyi, illetve az idei év talán legnagyobb figyelmet felkeltő témáját, ez pedig az alacsony pályás, szélessávú internetet kínáló műholdseregek témája. Itt ezen a fantáziarajzon a SpaceX cégnek a Starlink rendszere látható, amelyből egészen a mostanáig már majdnem 800 különféle, vagy különböző műholdat állítottak pályára, és ez még messze van a teljes kiépítettségtől. Hogyha minden a tervek szerint alakul, akkor akár tízezres nagyságrendet is elérhet majd az ilyen alacsony pályás műholdaknak a száma. Ez egyébként borzasztó nagy szám, és összemérhető azzal a műhold számmal, amennyit az űrkorszak kezdete óta az emberiség egyáltalán pályára állított. Ugye ezzel kapcsolatban nagyon sok hírt lehet olvasni, és hogy az első példát is megmutassam arra, hogy nem feltétlenül jobbá teszi mindig az életünket a műholdrendszer, az az, hogy bár valójában ez a fajta távközlési műholdrendszer és sok hasonló, amit még terveznek más cégek, azok valójában tényleg olyan internet szolgáltatáshoz fognak juttatni embereket, akiknek egyébként a földi hálózatok nem nyújtanak eleget, mert vagy távol laknak, és nem érdemes kiépíteni, vagy nem egyáltalán is lehet kiépíteni oda a földi hálózatokat. De van egy káros mellékhatásuk is, abban a tekintetben, hogy túlságosan fényesek, és ezért az éjszakai jégbolt látványát, hát ízlés dolga, hogy ki, hogy mondja, de valójában elcsúfítják. Habár ez a szép kép, amit Salgótarján mellett készített az MTI fotósa idén, ez talán nem a csúfságról szól, de mégiscsak látjuk, hogy miközben a körívek, a elmozduló csillagoknak az útját, égi útját mutatják, addig ezek a csíkok teljesen keresztbe kasul rondítják el az éjszakai jégboltot. Egy másik képet is mutatok, ez nemrég került napvilágra, amit egy nemzetközi verseny, az Év Asztrofotósa verseny, egy magyar asztrofotós csinált, és a címe nagyon találó, a technológia börtönében, hogy a rácsokat itt is a Starlink műholdak jelentik. Most ez egyrészt azért probléma, nem csak azért, mert az éjszakai jégbolt látványát elcsúfítják, hanem a csillagászati megfigyeléseknek egy részét is erősen zavarja ez a fajta műhold fényesség, és ez még akkor is igaz, hogyha egyébként most már megtettek egy csomó intézkedést azért, hogy ne legyenek ennyire csillogóak ezek a Starlink műholdak. Tudnélik, egy nagyon érzékeny földi csillagászati távcső az akkor is látja ezeket a fényesen mozgó pontokat az égen, amikor mi szabad szemmel nem. Születtek tanulmányok arról, hogy milyen károkat fog okozni ez a fajta műholdsereg, illetve műholdseregek, és azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos fajta csillagászati megfigyelésekre egészen durván káros hatással fog lenni, sőt, sajnos pont azokra, amelyek például arra irányulnak, hogy a Földet megközelítő és potenciálisan katasztrófát okozó, becsapódó égitesteket időben észrevegyük. Tehát valahogy együtt kell élni azzal, hogy lehet, hogy pont azért nem fogunk időben értesülni egy nagy katasztrófát okozó kisbolygó érkezéséről, mert pont útban van a szélessávú internetet szolgáltató műholdrendszer. Tehát ez csak egy ilyen pessimista jóslat. Minden esetre nem csak a fény szempontjából, fényszennyezés szempontjából károsak ezek a Starlink műholdak például, hanem azért is, mert mint ahogy egy tanulmány erről született, igazából megnövelik
a nagy számuk miatt megnövelik annak az esélyét, hogy akár a felszínre elérve valamilyen törmelék lezuhanjon. Ugye azt talán mindenki tudja, hogy a űrkutatás kezdete óta még senkinek sem esett a fejére a Földön egyetlen műhold sem. Nos, hogyha ilyen tempóban folytatódik ezeknek az egyébként nem túl nagy műholdaknak a felbocsátása, akkor 2030 körül azt becsülik, hogy 4 évenként átlagosan egy ember sérülését okozhatják ilyen műholddarabok, hogyha nagy területen elszóródnak. És hát, hogyha egy repülőgépet talál el, az mondjuk lehet, hogy nem fog évente vagy 4 évente eltalálni, de ha egyszer igen, akkor ott ugye több százas haláleset is várható. Tehát ez is csak egy modellszámítás, valaki azt is mondhatná talán, hogy riogatás, de tény, hogy ezeket a hatásokat előbb-utóbb figyelembe kell majd venni, és akkor még arról nem is beszéltem, hogy a világűrben keringő űrszemétnek a mennyiségét is ezek addig növelik, azok néhány évig, amíg olyan alacsony pára nem jutnak, hogy bele nem lépnek a Föld sűrűlék körébe, és meg nem semmisül. De hogy legyen egy kicsit pozitívabb témánk is, ha már alacsony pályán tartottunk és lezuhanó műholdakról beszéltünk, akkor semmiképpen nem hagyhatjuk ki az idei évnek a sztárját, ez a Smog P nevű kicsi magyar műhold, amely mindössze 5 cm-es élhosszúságú kocka alakú volt, és néhány hete történt az, hogy tavaly december indulása óta belépett a Föld légkörébe, és elégett, és az a különlegessége volt ennek a műholdnak, hogy ez volt a világ első olyan műholdja, amely ilyen kisméretben működőképes maradt, ráadásul egészen végig. És a kép a jobb alsó sarokban pedig azt mutatja, hogy milyen méréseket végzett ez a Smog 1. A földi televíziós és mobil adóknak a világűrbe kiszüremkedő rádió szennyeződését mérte, és hát ezen a térképen látszik is, hogy azokon a területeken, ahol nagy a népsűrűség, ott ez a fajta elektroszmog, ez erősebb. És ott a Smog P-nek lesz egy utódja, egy Smog 1 elnevezésű műhold, amely várhatóan jövőre fog indulni, úgyhogy valószínűleg a jövő évi űrnapon már erről tudunk első kézből is egy előadást hallgatni valakitől. Akkor még egy érdekesség, most már lassan lejár az időm, még egy érdekesség, tavaly december vége felé indult el egy csomó másik műholdal együtt, ez a kicsi, amit itt láttunk balra, ez egy 10x10x30 cm-es műhold, OPS SAT a rövidítése. Ennek az érdekesség, hogy erre olyan szuper fedélzeti számítógépet tettek, amelynek a teljesítménye meghaladja azt, ami eddig bármilyen európai műholdon repült. És másik érdekessége pedig az, hogy ezt egyetemi csoportok, kutatóintézetek programozhatják is majd, ahol mindenféle kísérleteket tudnak elvégezni, anélkül, hogy mondjuk egy nagy műholdban jóvátehetetlen károkat tegyenek. És ha már 2019. december 18, akkor megmutatnék még egy műholdat, amely ugyanezzel a rakétával állt pályára, egy Soyuz rakétával Francia Guyanából, Kourouból, ez pedig a Keops Európai Exobolygó Kutató űrtávcső. Azt persze lehet vitatni, hogy a csillagászati műholdak azok jobbá teszik az életünket, valószínűleg van, aki itt jobbá teszik, akit érdekel, hogy működik körülöttünk a világ, meg mik az univerzum törvényei. Ez a Keops, ez azért érdekes, mert ebben nagyon fontos magyar űripari részvétel mellett az én kollégáim csillagász kutatók is részt vesznek, és a napokban meg is jelent az első tudományos eredményről szóló publikáció, amely egy nagyon különleges
csillagához nagyon közel kerülő forró exobolygót vizsgált. Ugye ez a jobb oldalon látható az exobolygónak a fénykörbé, alul az, amikor a bolygó beúszik a csillag elé, és akkor kicsit kitakarja a fényét. Fölül pedig az az érdekes eset, hogy amikor a csillag mögé megy be a bolygó, akkor is észrelehet egy nagyon picike elhalványodás, ez pedig azért van, mert a bolygó maga annyira közel kering a csillaghoz, olyan borzasztóan forró, hogy önmagában is detektálható az a fény, ami elvész akkor, amikor bebújik a csillaga mögé. Tehát a Cheops az egy ilyen nagyon érdekes és szinte példaértékű együttműködés Magyarországon a tudományos kutatók és a űripari szereplők között. Itt a Miskolci Admatis Kft. Gyártott nagyon fontos alkatrészeket ehhez a műholdhoz. És akkor ez magának a cikknek a szerző listája, kisárgítottam azokat a magyar, illetve Magyarországon és külföldön dolgozó magyar kollégákat, akik ebben szerepet vállaltak. És akkor még a legvégén, hogyha már csillagászatról esett szó, és egy kicsit átvezessem az előadásom témáját a földmegfigyeléshez. Olyan is előfordul, amikor egy földmegfigyelő műholdat használnak fel a csillagászok arra, hogy jobbá tegyék a saját életüket, viccesen szólva, valójában segítsék a saját kutatásukat. Itt arról van szó, hogy a NASA Aqua nevű egyébként a Földet megfigyelő műholdjának az adatait használták arra, hogy modellezzék, hogy egy távoli exobolygón vajon mit láthatnánk a jövő távcsövével, illetve űrtávcsövével akkor, hogyha az ottani élet nyomait szeretnénk keresni. És akkor a legeslegvégén, utolsó diaként pedig, mivel erről a témáról sem volt szó, pedig, vagy lesz szó, pedig ez egy nagyon fontos téma, ez a bizonyos űridőjárás téma, tehát a Föld környezetének a kutatása, illetve a Föld-nap kölcsönhatásnak kutatása. Itt a idei híreink közül egy olyat emelnék ki, aminek szintén van magyar vonatkozása Facskó Gábor révén, amikor is műholdas mérések alapján megállapították, hogy a napszél bizonyos esetekben annyira el tudja téríteni a Földnek ezt a mágneses csóváját, hogy még a hold is kikandikál belőle, ami azt jelenti, hogy ha mondjuk egyébként teli holdkor védett űrhajósok a hold felszínén dolgoznak, akkor előfordulhat, hogy egy ilyen esetben nagyobb sugárzás éri őket. Ezzel szeretném akkor megköszönni mindenkinek a figyelmét, és elnézést, egy kicsit többet beszéltem, de majd akkor a többi programponton kicsit spórolunk. Majd megoldjuk a spórolást. Nagyon szépen köszönöm az előadásodat, és hadd tegyek hozzá két-három dolgot. Egyrészt, ha már az űrvilágot említetted, akkor én elmondom egy 18 évvel ezelőtti emlékemet, mert az űrvilág kezdete is bizonyos értelemben kötődött az űrkutatás napjához, akkor még űrnapnak hívtuk, és én jól emlékszem arra az űrnapra, amikor az űrvilág alapító főszerkesztője, Szentpéteri László kollégánk és barátunk odajött hozzám, hogy hát ugye nem bánod, ha én itt az űrlapon mindenkinek a székére leteszek egy kis cédulát, hogy indul a www.űrvilág.hu, és olvassák ott az űrhíreket. És akkor mondta, hogy persze, rakd csak ki, és aztán majd meglátjuk, mi lesz belőle. Hát hála Istennek mondhatom azt, hogy most már a 10 000 felé közeledik ugye az űrvilágon megjelent cikkek száma, ezt a 18 évvel majd el tetszenek osztani, és akkor érdekes dolgok jönnek ki. Közben se szék, se cédula nincsen most. Hát az nincsen, de űrvilág az van, úgyhogy és ez a lényeg, és cikkek meg vannak, volt miből idézni. A műholdsergeket is említetted az előadásodban. Én azt szeretném elmondani, hogy akit ennél mélyebben érdekel a téma, az visszanézheti azt a tavalyi pódium beszélgetést, aminek Frey Sándor is az egyik résztvevője volt, és még néhány
más szakember, és ott csak ezzel a témával foglalkoztunk közel 2 órán keresztül, úgyhogy alaposan körbejártuk a témát. Mindez visszanézhető a MANT-nak a YouTube csatornáján, ami a MANT honlapján keresztül érhető.